55. platform, itt van valaki? Micsoda? Hát hány helyen itt próbáltuk egy. Itt meg? egy. Igen, igen, igen. A Liberty. 2. A Liberty 24 hívójelet változtat. Mostantól Air Force van. Köszönjük. na, nehezen, de összejött. Csak 56 perc volt. Mit Air Force van? Vép Force van. Igen. Vártam, dócott az elnöki autót. Meg a piros de az szőnyeget. Az autó jött, érted. De az alelnöki, tényleg. Tényleg az alelnöki ment, érted? Ezt a poént nem sütöttük el az előző adásban, de nem baj. Most is jó. Na mi történt veletek? Én még várom, hogy ehessek, mert fogorvostól jövök ö, frissen, úgyhogy. Úgyhogy. Képzett Krisztián, ami három gyökér csatorna volt, kiderült, hogy azért fájt tulajdonképpen, mert volt egy negyedik is úgyhogy az Áó, csak is bújt. Az rohadjon meg, de a, a legvékonyabb, vékony tűvel, fúróval, vagy miért tököm, tudod, amit a kezébe pörget, azzal a, olyan volt, hallod, mikor földdugta, és Tudja tudod, hogy. Micu... bánat sose volt vele dolgom hála a jó hégnek. Mi nem volt még gyökérkezelésed? Nem. Majd lesz, majd lesz. Nem, 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 nem. És mikor nem, megtépi, nem, nem, nem. akkor éreztem elő a szemfogamban az ideget, úgyhogy le voltam szedálva. Elvileg uh, oh. ebben a hónapban kész leszek. Lekopogtam. Úgyhogy. Uh, ennyi történt meg. meg... Charlie egy tíz éves autóba számolva, milyen márkájú autó van a szádba? Lamborghini. <híris> hát a. Vagy <híris> <Hogy> egy hammer. <híris> Nem tudom, nem tudom. az utolsó, hát most ez már szerintetek mennyi idő? Két hónap, három hónapja? Körülbelül? Nagyjából három. Együtt kezdtünk el szenvedni valamikor február hát, Illetve nem együtt kezdtünk el szenvedni, mert én nem szenvedek semmit. Te szenvedsz itt egy folytába szegényként. Hát nem szenvedés igazából, hanem nekem az a szenvedés, az ott ülés, és a most is négy helyett három bemenés. Hát hetente... Meg a Hát az nem, tehát az mindenki azt hiszi, hogy az, az valami hú, de nagy trúváj, de le van érzéstenítve az ember, nem. tehát nem, nem, egy nagy... Most nem. hogy de szar volt. Hát az, az, az hát volt a poszki, szar, ugye, hogyha hogy... ha nem találja el. Hogy, hogy, hogy volt egy negyedik csatorna is. Igen. hát szerintem hetente egy, egy 30-40-nel lehet számolni, és akkor ebből össze lehet szorozni, meg ott volt ugye az a nagyobb projekt, az a 85 ezres korona. Úgyhogy ennyi, nem tudom. Ez most az utolsó három hónap mérlege. Figyelj Abszolút. csak egy És van a, a hatása van a Amikor nem hatott az érzéstelenítő, és gyökérkezeltek, akkor érezted, ahogy megszakad az ideg? nem, mert olyan volt, hogy ahogy elkezdte volna csinálni, akkor én csak annyit kell kiadnom hangot, hogy <coughs> és akkor tudja, hogy akkor húzzuk ki, húzzuk ki, és akkor még kapsz ide, kapsz oda. Úgyhogy mondta, hogy hát nehéz lesz, mert ugye itt testtömegre megy az érzéstelenítő, aztán hát hiába oda kell, akkor is sokat kell. Nekem csináltak ilyen, ilyen, hangon. Nekem Bocsánat, csináltak ilyen gyökérkezelést, és, és úgy, ugyanígy értem, hogy hát ne, azt az ideget nem találta el. És akkor nyomta, 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 és tudod, egyszer csak így éreztem, hogy erre a láncjára így fölhúzza az ideget, vagy nem tudom, mit csinált. És ez konkrétan olyan, mint egy piros uh, tűzijáték rakéta robban a fejedbe. De előtte de, meg de olyan, de mint, az... mint mikor a tudod, a, a befőttes gumit így húzod, húzod, és hirtelen elpattan. Olyan, nekem érzésre olyan volt. Brutális, brutális. Nem lesz nekem ilyen, ezt most elmondom, nem. De, több, de, de, több, de mindegyik ezt mondja. Nem, 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 nem lesz. Több izgalmas pillanat volt ugye a röntgennel összevetve, hogy amikor nagyon mélyre kellett fúrni a fejemben, és akkor mondta a fogorvos, hogy hát itt most akkor egy kicsit szorítsunk, hogy nehogy átszakadjon a a gátod a, a, az idegcsatornák felé, de rendszeresítettem egy ilyen kis babonás mondókát ezekre a pillanatokra, és eddig mindig segített, úgyhogy. Úgy, hozd meg, nem... meg velünk, hozd meg velünk, hozd meg velünk! Hajrá, fog, fényes fog, kertek alatt aludaim, fényes fog. És <laughs> <laughs> ezt mantrázom magamban, és eddig mindig megúztam. Ezt tudod, melyik mantrára hasonlít, ami a a Blind Spotban. Blind Spot? Nem, a Blacklistben a, a pasinak az anyja, aki nem tudja, hogy az anyja a pasinak, és ő mantrázik valamit a gyereknek a karkötőjével. Éppen gyilkosság előtt mondjuk, vagy mikor valami többek pusztító fegyvert vesz, és, és előtte ö, mazsolázza azt a, azt a mondókát. Na hát nekem ennyi. Ennyi volt gyakorlatilag meg. Az autó meg lett javítva, föl lett készítve az útra, úgyhogy a 800 ezeres szervizköltséget letornáztam 150-re is. Adjunk hálát az úrnak. Krisztián a jobb gyakorló. egyet ki van. számon kérem rajtad, Sárli, hogy nem meg lett javítva az autó, hanem elkészült. Meg lett javítva. A macska felmászott. Hogy van? A macska meg fel, fel van, mászva, mászva a fára. Fel van mászva, igen. Úgyhogy ha még sokat pofázol, a hátsó sorba kapsz helyet, vigyázz! Áúcs. Na. Nagyobb a hely. Á, oh, hát ezt te csak gondolod. Ráadásul, mivel még mindig van egy szabad helyünk, ha jól tudom, mint az Alföldön, ugye elterülhetek, ne egy. Nem, nagyon korán indulunk, még ki is alhatom. Ahány helyet, helyet hely. foglalsz, annyival osztjuk el a költségeket. De akkor említsük meg, hogy, hogy keresünk még egy darab ö, főt a Wavefestre, a Bécsbe megyünk, úgyhogy megosztozunk a, az úti költségen. Most már megkérdeztem, amit el is küldtem nektek a, a kis zárt csoportunkba, hogy 9 euró egész napra a parkolás, plusz üzemanyag, plusz matrica, úgyhogy Ennyi, meg az ottani helyszíni belépő, azt most nem is tudom, hogy 15 vagy 20 euró volt, de azt hiszem 15 euró volt per kop. A dolog. Igen, és... a kétnapos a 20 euró. Ja igen, azért kétnapos persze, hát annyira megyünk, mert ugye a második nap. Na mindegy, ezt majd kitárgyaljuk ott, ahol kell. De tehát a lényeg, keresünk még egy utitársat, hogy kényelmesen tudjunk utazni, négyen az autóban, nem öten, telerakva. Ö, ennyi, röviden. Fifik a pólók, Szerintem semmi nem lesz belőle. Az annyira. Un... Valamilyen póló lesz rajtunk. Annyira. Hát, ha más ha nem a fekete pólót visszük, de megbetegedett a, a hímzőnek a nővére huga, nem tudom, aki csinálja. És szerintem ez annyira necces lesz, hogy mondjuk, ha ma meg tudja csinálni, holnap feladja az pénteken odaér, én, tehát én nem bízom ezekbe a, a csodatételekbe. Úgyhogy mondjuk azt, hogy lesz majd pólunk, csak nem tudjuk, hogy mikor. Fekete-engri véper van nektek? Meg, hát engri véperünk van. Na persze. hát akkor fekete. Nekem nincsen. Én... Nálam szerintem van emmes, ha az jó rád. Jó rád? jó rám az ember. Azt igen, teljesen jó. vagyok, mint egy nácsz. Ma megint a Krisztián jár, jó, Csárli. Hát nekem hát lesz az... egy mosott, nekem lesz egy kétszer-háromszó, négyszer ötször kimosott uh, angry véperes pólom, a Krisztiánra meg ráadsz egy kivasalt vatta újat. Na várjál, de ott értéknövelő tényező, hogy tőlem kapja. Csörögnek a dollárok. akkor lesz egy iPad Air is. Ah. Még nem tudok még nem tudok úgy csajogni, hogy kéne, mert a főső. Uh, mi az Isten pitjem, hogy mondják ezt magyarul? Száj, szélem, az még lefele fitjed, de ja. Na, az ezt nász, majd kitárgyaljuk. hogy meghívlak egy gyökérkezelésre, Charlie, de én választom a fogat. Ha. De szar volt. Na, és veletek? Fifika? Krisztián, mondjad, mondjad, Mondjam, mondjad, mondjad. Szépen. Reggel arra keltem ma reggel, fölképzeljétek el, hogy leharaptam a szemfogam végét, ami nem régiben elkészült, és ugye a tömőanyagból volt kipótolva az egyébként már legyalult szemfog vége, és arra keltem föl, hogy így irgalmatlan erővel összecsapódik a fogsorom, és aztán kiköpöm a kis darabot, hogy hm, hát ezt leharaptam. Nagyon kellemetlen volt. Na, ilyenkor jön majd egy idő után a gyökér. Hát nem, lehet, is, nem lehet, nem lehet az csak más. úgy, hogy így a végén így oda piszmogunk valami kis épp, szart. Épp, épp mondani Krisztián, ez soha nem működött. Tehát Igen. lehet, hogy ezt most neked megcsináltak, de ez soha nem működött. ez a... fele nem működött? Hát az, ez hogy a csak a épp a hegyére passzintunk egy Igen. kicsit. Aha. Ez valamira nem, nem igaz, rácok, nekem az egyik hát ez, igen, ez fogam most, sarka. Ez most bizonyítottad, vagy ezt tényleg nem bizonyítottad? Jó, hát összeér az alsó szemfogammal, és ezek szerint baromi nagyot tudok harapni, de például tínédzser koromban letört viszonylag nagy részen a sarka az egyik metszőfogamnak, a jó bal felső egyesnek a jól emlékszem, mert szemre már nem lehet megmondani, és ezt tizen pár éve kipótolták tömőanyaggal, és hát azért az azzal szoktam harapni, és gyönyörűen bírja. Tehát nyilván a szemfogaim azok a leginkább összeérő jószágok, úgyhogy egy kicsit majd alacsonyabbra csináljuk a következő alkalommal. De alapvetően ezek tök, nekem valamiért ezek működnek, vagy legalábbis a, a, az a pótlás ott a metszőfogamnál működik rendesen. Jó, Fifika, mi ezt tudjuk, hogy nem működik, de hagyjuk meg, nem neki, működik. Hagyjuk meg neki ezt <laughs> a képzetet. Ennek, ennek örüljetek 2020 ba <laughs> <laughs> nem, mű, nem működik, nem működik, Charlie. Uh, és le kell csiszolni az egész fogát, kapni fog egy koronát, gyökérkezelni kell. Nem, mert nem, ugye koronát nem csak tudod, úgy... kap egy titán titáncsapot, és először az ugye három hónapig beágyazódik, és akkor három hónapig az a titáncsappa fog vigyorogni, hogy halós fiasztok. Igen, le kell csiszolni a fogamat tövig, meg a szomszédét is, biztos, ami biztos. Én azt úgy csinálnám, hogy még a, még a csontodból is csiszolnék, hogy nehogy ott maradjon valami. Tehát az ez Milyen volt. jó néz neki, Krisztián, nem. így megjelenne, én vagyok Krisztián, az újrahasznosított papírtépő. S, nem lenne le enni az a fejemet és darabokból összerakni. Mi? Sőt, nem lenne egyszerűbb, hogyha szétszednénk a picsába, és nem raknánk össze, hanem mint a, mint a Walking Deadben a Misonnak a, a testvérei vagy rokonai, csak úgy ballagnál mellettünk alsó állkapocs nélkül. Nincs gond a foggal. Ilyeneket adnák ki. Na, na, nagyon hasznos vendége lennék onnantól kezdve a párasító adásainak. Olyan, olyan lenné, mint a Men in Black a, a csótány zabáló, tudod? Vagy nem, Milyen az csótja? nem csótány zabáló volt, jaj, hanem jaj. Az, az, az volt Edgárd. a csótány. Igen, az igen. Edgar öltönyös csótány. De nem, ja. ezen kívül meg, hogy letört a fogam, múlt héten kalandos utat tettem a zene világába. Sikerült utolsó este jegyet foglalnom a Larkó Félix koncertre az Urániába, a Zsidó nyári fesztivál keretében. Nagyon meglepődtem rajta, és ráadásul annyira sikerült kifognom, hogy a második sor, színpad előtti második sor kellős közepére, úgyhogy a számba játszott a Lajkó Félix trió, elképesztően zseniálisan jó volt. És aztán másnap meg elmentem még a Valaki Alphonsz koncertjére is, úgyhogy tiszta koncerthegyek voltak itt az elmúlt héten. Annyira köze voltál a színpadhoz, hogy, hogy mikor erősebbet húzott a vonójával, akkor az orradat piszkálta a vonóhegye, de ez is úgy működik, mint a nagy metálbandáknak, hogy a végén így kidobálja a használt vonóját a tömegbe, és te meg ott Nem. fogózol a csajokkal, és a fogukat kivered, hogy a tied lehessen. Baromi drága egy ilyen vonó egyébként, úgyhogy ezt nem dobálják el, mint a, a, a dobverőt. Ezt újra szokták szőröztetni. De amortizálta a, a Félix a vonót egyébként, mert szokta. Csak maga a vonó az, 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 az egyben maradt, hát nyilván a, a lószőr az egyre jobban búrjánzott szél, ahogy menet közben szakadtak el a, a, a szálak, és akkor időnként letépkedte a, a lifegő darabokat. De hát tényleg baromi drága egy ilyen vonó, ezt nem haigálják, csak úgy jobbra-balra. Annyiba kerül, mint a te eljövendő bölcsességfogad kezelése, mondjuk gyökér. Nem. 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 Te gyökér. Ne, Te vagy a gyökér. Na. És vifikával mi történt? Az nem érdekes, érted? Ó, semmi. Ha, ennyi volt, bac, nem Képzeljétek el, hogy kaptunk céges telefont, Uh, Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi Note 3 Pro. Hát, uh, ha még láttatok uh, iszonyú gyors telefont, ez brutális. Ebbe egy uh, Snappy 650-es van. Ja, ne 3... Snapdragon. Igen, három, uh, giga uh, ram rammal. És rammal, és uh, ez uh, 30. vagy bruttó? Bruttó, bruttó. És ez egy 32 gigás verzió volt, dual sim, és tudod, az egyik simkártya helyett még rakhatsz be microSD-t, ha tudsz, 16 megapixeles kamera, olyan új lenyomat olvas, hogy 0,3 másodperc alatt olvas be, meg old fel a képernyőzár, 5,5 szól, ez, ez már zárt? Jó. Hogy? Ez már zárt? Zárt, így van, de, de ki lehet nyittatni. Valószínűleg ki is fogom, mert ezen egy full magyar rom van, és nem lehet... lehet kapsz tőle. Nem, 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 nem. lehet a mentést visszaolvasni, illetve nem lehet menteni. És ugye a, a Xiaomi-nak az az egyik kurva jó ilyen hype -ja, hogy fogod, egy klikkel érted, azt mondod, hogy mentse le a telefonod, lement mindent, ahova mondod, illetve hát van egy mappa szerkezet, amiben ment, és utána azt átmásolod a másikra, azt mondod, hogy visszaállít, és mindent visszapakol a, a nem, nem, csak az appokat, hanem a hozzátartozó ö, datafájlokat is, Tehát, és olyan, mint hogyha lenne egy úgy ugyanaz a telefon vár, csak nyilván egy újabb típus. És ez nem működik benne, úgyhogy ö, nagyon nagy bajba vagyok. Egy-kettő, meg én szeretem, hogyha a rúta készülékem, mint hogy rút joggal rendelkezek rajta, a három meg szeretném, hogyha heti frissítést kapnék, erre a magyar romra pedig nem lehet. De van hivatalos módszer, tehát a, a mi fiókoddal fő tudsz jelentkezni, és akkor <kül> egy hónapban egyszer nyittathatsz egy, egy bootloadert velük hogyha, mert hogyha, mit tudom én, csinálsz egy teljes helyreállítást, akkor újra zárt lesz a, a bút. Ezért azt ez a szabály van, S hogy ha egy havi egyszer, egyszer, egyszer kirometezik a kis kínai és unlockolja. Nem, 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 nem. Tehát, hogyha egyszer kinyitod, akkor az működik egészen addig, amíg ö, vissza nem tesz erre egy gyári romot. Azt értem. Mert a gyári rom a zárt bútlód rendelkezik. Tehát ennyi a a megkötés, és ez, ez, a megkötésük, hogy egy hónapban egyszer nyittathatod csak a, a bootloaderet. Tehát, hogyha elbasztad, akkor visszatesz a gyárit, azt vársz egy hónapot, hogyha valami van. Mondja szóval már nekem, jó. Mondja már nekem van két simkártyás szimkártyás telefont, ami, ami faszányos, mert most pont az ismerős. Most, most mondom. Jó, ezen kívül, mert ez lehet, hogy nagy. Hát akkor, igen, ez Akkor a nót, ez gyanús, akora, nagy. sima Mi 3 Pro, egész pontosan. Tehát van a sima Mi 3, illetve Redmi, bocsánat, mert ez Red, Redmi 3, vagy na igen, a sima Redmi 3, illetve annak a Pro verziója. A kettő köz csak annyi a különbség, hogy szerintem a Redmi 3 az csajos, azon egy ilyen hálószerű minta van a, a, há, a, fém hátlapon, majdnem olyan, mint a, nem is tudom ha kinek is van, az Ármáninak vagy a gucci -nak van, tudod, ez a, ez rombusz mintás. Igen, az LG-nek is olyan a telefonja. Ja, tudom. Tehát az, az, az nekem egy kicsit csajos, aranyezüst szürke, létezik belőle, és a, abból az ez, ezüst, az fehér előlap, az arany meg a, a szürke fekete előlapos, és az öt szól. Tehát, ja, és mi, ezek 4000 milliamper órás vannak, is, ehhez képest halálvékonyak. Tehát én a, a, az enyémet, a, a nótot, az a hatos épül mellé téve a, a Xiaomi kisebb. Mi mellé Ugyanilyen? téve? a hatos, mi az? Nem tudom, van valami Apple, vagy nem tudom. Mi, Apple, az? Épel, bassz, meg, Ne épel. foglalkozz vele szivatnak, fifika. Van valami Apple, ilyen állítólag telefon, nem, 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 tudom, én ezt nem ismerem, de hogy így mellé teszed, és akkor a, a Xiaomi a kisebb, érted? És annak is, hogy mondjam, tehát még, még a vastagságuk is egyforma, csak a, a magassága kisebb a, a Xiaomi-nak. Nyilván nem elő van az új lenyomató olvasó, hanem a hátlapon, de ugyanolyan egy touch, tehát egy Aha. kör, amire ráteszed az ujjadat. teszed a hüvelyk nem, 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 nem a hüvelyk ujjadat, a Bármelyik ujjadat, ja, amivel eléred. Okay, érted? A végre érted? Amivel a végre eléred. bevallotta. Végre bevallotta. <laughs> Sosem rejtettem véka alá. Tehát zsír királyság, és ebből úgy van azt hiszem, hogy a 2 16 gigás verzió az áfa nélkül ilyen 52, és mivel EU-s raktárból kértük egy cseh cégtől, ezért áfa nélkül jött a céges és úgyhogy még kértünk gyorsan bele kettőt, mert Na, Ó, sejtem én, melyik az a cég, jó, állni. akkor... Okay. Nem tudod hogy, tudod, hogy melyikről beszélek. Hát sejtem, azt mert én szem, is hogy, néztem. Azt hiszem, hogy Redmi 3 van, és az is ilyen, ilyen 51-2 nettó környékén van az ára. Tehát szerintem iszonyatosan megéri. Na, ez a Snapdragon 650-es, ez, hát ez mint a villám olyan komolyan. Uh -huh. Ez volt az egyik, a másik meg, amin fölhúztam magam, tehát így Csárlynak már mondtam, hogy hogy elterjedt a szóbeszéd, hogy 60 forintos uh, uh, jövedéki adóba gondolkoznak likvidügybe, és uh, 18-ra, 70 forintra fogják mérsékelni. <gül> <gül> hát szóval egyszerűen, komolyan mondom, hihetetlen, ami itt, itt megy és nem, fog, nem, fogjuk tudni megállítani ezt a gőzhengert gyakorlatilag. Tehát érted, az, ez csak az a bajom, hogyha ezt egyszer kiszabják és bevezetik, nincs az a kormány, amelyik ebből visszavenne. Nem hát. Nem, ezeknek az embereknek az egyébe, fejébe beköltözött egy, egy űrbéli tarisznyarák, és rángatja a drótokat. Én nem tudom, nem, a tarisznyarák túl aranyos, valami parazita. Igen, igen. Hihetetlen. Melyik volt az a film, hogy a hátukon volt rajta az a nagy valami és hát, a... Tizsák, másfél millió lépés Magyarországon. Te hülye! Te állat! <laughs> nem, mikor tudod, a tarkóján keresztül ment be és, és a hátán volt mindegyiknek. So, több ilyen is Ó. volt, és nem ugrik be hirtelen. Nem tudom, Ott de valami. ez úgy bennem van, hogy lehet, hogy ez van nekik is. Hogy valami <kül> valami bekúszottan Hát vagy érted, az van tudod, hogy visszatartják a, a szellentést. Azt nem és vezet semmi az, jóra. És akkor tudod, az olyankor fi, fölmegy, tehát olyankor jönnek a szargondolatok, gondolatok. Ebből semmi, semmi jó nem lesz, ahogy elnézzük. Na, csapjunk bele. Ja, a szargondolatokról gondolatokról jutott eszembe az, az egyes pont. Igen. Rögt... Csápjunk bele. Rögtön Krisztiáné a szó. Jaj, jövök, jövök. Na hát, szóval ez, ez annyira umpró. Hát itt volt annyi időd, legalább öt másodperc Krisztiáné a szó, nem kell jaj, jövök, jövök. Puk, kattint, hello, mondja. Elbambultam. Közbelépett a Fehér Ház az FDA elektromos szigaretta szabályozási tervezete kapcsán, és túl sok jóra nem kell számítani, de így is nagyszerű, ami történt, ugyanis nemes egyszerűséggel kiradírozták a szabályozásból azokat a részeket, amelyek az aromák. Tilalmára vonatkoztak volna, úgyhogy egy veszély elhárult az amerikai gőzlér kollégák feje felül. Ettől függetlenül a szabályozás továbbra is elmebeteg és rettentő rossz, de legalább ilyesmi történt. És maradt az a horribilis? Minden egyéb maradt, egyelőre ennyi történt, szóval hogy a, a, az aromakorlátozást kivették belőle. De alapvetően minden egyéb maradt. De egyébként annyira egyszerű dolguk nem lesz, mert. Mert ennyinél valószínűleg nem, nem hagyják abba a piszkálódást. A, a CDC fejére, például a CDC fejének a fejére mindenhonnan hull az áldás mostanában. Ugye kiállt a közelé és eléggé megalapozatlan állításokat tett az elektromos cigarettával kapcsolatban, illetve nem tett mint például azt, hogy a rekord dohányzás visszaesésnek bármi köze is lehetne az elektromos szigarettákhoz, úgyhogy elkezdték számon kérni, hogy mégis miért a Times közölt cikkeket egy Egyesült Államok béli szenátor elkezdte firtatni, ugyanaz a szenátor írt egyébként az FDA-nak is, hogy akkor most legyenek szívesek és válaszoljanak már meg, hogy mégis mire alapozzák ezt és ezt és ezt és ezt, és így nagyon masszívan kezdte széjjel szedni a az FDA érvelését, hasonlóképp, amit mi is csinálunk itthon. A döbbenet az az, hogy amit itthon mondjuk az ANTS meg a NEFI megcsinál velünk állampolgárokkal, hogy nagy évben tesznek a fejünkre, az FDA odakint ezt csinálja, egy Egyesült Államok Béli szenátorral nem válaszoltak neki határidőre. Minden esetre valami formálódik, tehát annyira laza, sima ügye nincsen sem a CDC-nek, sem az FDA-nak, hogy keresztül nyomják a, a, az őrültségeiket van némi ellenállás, és hál' Istennek egészen magas szinten is a, az agybetegség ellen. De ha már az agybetegségnél tartunk, akkor, akkor, akkor a harmadik pontot is meg kell, hogy említsük, mert, mert hogy ami nálunk már a beteljesült rémálom, azt fogalmazhatjuk, hogy Angliában is vége a dalnak, mert hála jó Istennek van nekik ott egy munkáspárt, van egy S, oda is jön a TPD bizony. Hát ugye erre a hétre vártuk volna a Lordok házából kezdeményezett úgynevezett Fatal Motion kezdeményezést, ami az ottani parlamentben annyit jelent, hogy egy olyan indítvány, hogy kompletten nyírják ki a TPD-t úgy, ahogy van, és ne implementálják. És ahhoz, hogy ez keresztül menjen, szükség lett volna a Brit Munkáspárt támogatására is. Na most fontos tudni az, hogy például Linda Mekeven, aki ugye a TPD szülőanyja volt Brüsszelben, ő munkáspárti Európa Parlamenti képviselő. Oh. De azért voltak remények, mert a Munkáspárt vezetője is azt mondta, hogy elmebeteg a TPD, és ennek ellenére nem sikerült elég támogatást szerezni a párton belül. Úgyhogy Lord Kellenen fétel motion visszaszelidült egy egyszerű regret motion -nél hogy jó, akkor valamit javítsunk rajta, mert ez így mégsem lesz rendben című dolog. Ez elvileg június 15-ére dől el, hogy ezzel mi lesz, de az a nagyon karakán, nagyon egyenes, a TPD egy rakásszar, és ezt már pedig így nem fogjuk honosítani kezdeményezésből, sajnos úgy tűnik, hogy semmi sem lesz. És itt ugye nagy szerepe van az ottani Action on Smoking and Health csoportosulásnak, akik az elmúlt években, Érdekes módon egészen elektromos cigaretta barát hangot ő ütöttek meg, és, és, és közeledtek az elektromos cigaretta közösség felé. Úgy tűnt, hogy ott egy párfordulás történt náluk a, a, a korábbi buta ellenálláshoz képest, és ennek ellenére most megint csináltak egy 180 fokos fordulatot, és mindenfelé az zengi körbe Angliába, hogy a TPD úgy jó, ahogy van, a TPD úgy, jó, ahogy van, úgyhogy igazából a maguk az édesgetett cigaretta felhasználókat egy mozdulattal be A buszhalál most így a kritikus pillanatban. Ebből is látszik, hogy államilag pénzelt dohányzás visszaszorításával foglalkozó intézményekben túlzottan nem szabad bízni, még akkor sem a mosolyognak. Aki egyébként nem tudná, hogy ki Martin Kellenen, ő egy ö, európai parlamenti képviselő, és, és most pedig a Lordok házának a tagja, ha jól olvasom, és ö, igen, azt írják, hogy úgy küzdött mint egy tigris a vaporizátor ö, használatáért, illetve a magáért, ö, magáért a, az eszközért, illetve a, a communityért, hogy így fogalmazzak. jó pofák ezek a hashtagek egyébként ö, a magában a a petitionben, ugye Vapers not idiots, Brexit poker és a végén egy nagyon jó, ö, nagyon szabadon fordítva ennyi a mondat körülbelül, hogy ez nem a vég, még csak nem is a vég kezdete. Ez a. Árjá? Ez a kezdet vége, igen, tehát egy kis. És egyébként Churchill-től származik a mondás. Úgyhogy itt valami lezárult ott is, erre akartak ezzel ö, rámutatni valami lezárult, és innen folytatják tovább a, a harcot, hát mondjuk harcnak, mert hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzunk, zak, ez már az ismeret terjesztésen. Ne is, akár nyugodtan szerintem élet-halálharcnak is, mert több százezer ember, milliós nagyságrendű ember életéről, életminőségéről van szó. És megint oda lyukadunk ki, hogy hogy igazából pedig ott úgy láttuk ugye, hogy, hogy látod legalább értük, egy picivel nagyobb plénum áll ki, és azt hittük, hogy mennyivel jobb az ő helyzetük, és aztán végül is ott is bebizonyosodott, hogy csak egy csoport akarata nem lett figyelembe véve, azoké, akik ezt használják. Én. Igen, tehát ez tök jó. Ez, ez komolyan, és ez a legdühítőbb, a leg erőforrás igényesebb dolog, tehát mikor, mikor a pusztába kiáltott szónak érzed azt, amit mondasz, és ez nagyon jól működik, mint látjuk, mert hiszen ezt a politikát valva morzsolódnak le azok az aktív emberek, akik, akik tesznek az ügyért, vagy tettek az ügyért, vagy példánál maradva mondjuk használták. Mert azt mondják, hogy hát nekem tököm tele van ezzel az egésszel, hagyom a francba, és megyek egy olyan alternatíva felé, ami ami elfogadottabb, mint mint ez az egész. Nekem nincs arra szükségem, hogy szenvedjek itt a, a, azért, hogy használhassam azt a terméket, ami egyébként szerintem jó, de aztán már lassan már én is elhiszem, hogy nem is annyira jó, mert hiszen mennyire mondják azt, hogy ez káros, és ezt majd ők, a mi és a nem dohányzók érdekében megvédik az egészségünket. Ez, te, ez olyan nagy fasz, mint a... Jó, hát én értem, ez, ez majdnem olyan, mint a, mint a vada, mondjuk, hogy, hogy így, így négy-öt évente ilyen pulzusszerűen kitalálják, hogy mi az, ami, mit tudom is én, most már, már, most már káros az egészségre, meg most már doppingszer, és akkor így visszamenőleg 4-8, akár 12 évvel is, na, vegyük elő azokat a vizelet mintákat, nézzük meg újra, ó, hát akkor ő doppingolt 12 éve. Hát igen, csak akkor nem volt fönn a listán, meg. Igen, nem volt itt tehát, tiltó ez, ez zseniális, azért. tehát visszamenőleg derítsük már ki, hogy, hogy mi az, ami nem jó. Várja, 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 mert ettől rosszabb az, hogy hogy mondjuk három évvel ezelőtt nem tudták kimutatni. Azóta jött egy, egy új teszt, amivel már ki tudják mutatni, és most veszik elő azokat a mintákat, érted, amit az egyébként akkor nem tiltott szerek kimutathatók. Tehát ez, ez zseniális. Komolyan. Van ennek egy érdekes olvasata is. Egyébként azon gondolkoztam az előbb, hogy nem jó ötlet a dopingoláshoz hasonlítani a dolgokat, de most találtam egy érdekes párhuzamot, hogy ebben az esetben például megteszik azt, hogy most már újabb bizonyító erejű eljárások ki, sokkal pontosabban meg tudják ismerni a tényeket, úgyhogy akkor kapargassuk már meg, hogy miről is van szó, és speciál pont a TPD esetében, amit ugye Lord Kellenen is az indítványában megpendített, hogy egész egyszerűen az van, hogy 2013-hoz képest akkor se volt kevés már a tudományos bizonyítékok száma, de azóta aztán abszolút meggyőző érvek és tudományos bizonyítékok támasztják alá az elektromos szigorát, a hatásosságát és közegészségügy szempontjából pontjából egy hatásosságát, úgyhogy irgalmatlan nagy hiba lenne nem élni ezekkel az adatokkal, és nem figyelembe venni ezeket, és észnélkül egy évekkel ezelőtti, jóval képlékenyebb környezetben megalkotott valamit bevezetni, és ebben az esetben mégsem ült senkinek eszébe, hogy baszd meg, tényleg, hát lehet, hogy akkor nem tudtunk eleget. Hát de Krisztián, most neked kelljen magyarázni, hogy miért? Persze Te nekem. Érted? Az összes az ez. összes kurva lobby erő ez ellen hat. Tehát, amíg a, amíg, tudjuk, amíg hogy... nem, nem lesz minden második uh, dohányos e-cigaretta főhasználó és mondjuk öntudat, tehát öntudatos e-cigaretta főhasználó, addig itt változás ebben a, a történetben, történetben, történetben nem lesz. Hát bizony. Ennyi. Ennyi. És ugye mindig az, az volt a vesző, paripa döntünk még eleget nem tudunk, még eleget nincs, még elég bizonyíték róla. És ezt 2013-ban így meghúzták. Volt egy nemzetközi tiltakozás, ami olyan volt, amilyen úgy sült el, ahogy nyilván, ha ma meghirdetnék ugyanezt a, a kört, egy fokkal jobb lenne, azt gondolom. De, de, de akkor is még szerintem kevesen vagyunk ahhoz, hogy, hogy meg kicsi a tőke mögöttünk, bár ugye azt mondják, hogy a mit is mondtak rólunk, hogy az e a lobbisták? Miről beszélsz? Istenem, hát a lobbizni van. tudnánk, jaj, de szép lenne. Azt, hát azt nem sütnek tudunk. ránk, amit akarnak, természetesen. Hát Tehát az van, hogy ővéké ő a mikrofon, ővéké a szó, ő, ők diktálnak, nagyon-nagyon alárendelt viszonyba vagyunk mi ebbe az egész szituba, és ezért aztán végképp rohadtul nehéz dolgunk van, de amit te is mondtál, hogy nincs elegendő bizonyíték, ezt évekkel ezelőtt kijelentették, és hát pontosan látjuk, hogy azóta is semmi egyebet nem csinálnak, mint az összes napvilágra kerülő bizonyíték fölött így megállnak, és így hm, ez nem tetszik, hm, ez sem tetszik, hm, ennek a fele jól hangzik, facsarjunk ki belőle valami orbitális baromságot, és, és ez van, tehát az, amit a, a Zoltán Gusztáv egészségügyért felelős államtitkárunk is mondott, hogy ameddig szakértői vita van, addig ők úgy állnak hozzá, hogy már pedig ez legalább ugyanolyan káros, mint a dohányzás. Szakértői vita mindig is lesz. Tehát ez, ez egy olyan egérút, hogy soha nem fogunk másképp hozzáállni. Ő, ő a kormányra mondta, hogy ez a kormány álláspontja, és hát ugye kormányok jöhetnek, mehetnek, reméljük esetünkben a mehetnek kerül elő, és hát ha egy fokkal értelmesebb és kevésbé korrupt disznóbanda keveredik a helyükre, vagy legalábbis hát ebben a tekintetben uh, kevésbé Nekem ez a módkor jutott eszembe, hogy ha, ha a gyógyszeripar uh, uh, működhetne így, ahogy most a, az elektromos cigaretta... Uh, piac, vagy hát főhasználók és, és gyártók, forgalmazók működhetnek bizonyos körülmények között, akkor nem tudom, például a kalmopirin, hatásosságáról sem tudunk még eleget, és még rengeteg olyan gyógyszer van, aminek a hatásosságáról nem tudunk eleget. Ennek ellenére nyilván át, átmennek uh, teszteken és kikerülnek a, a, piacra, és hány olyan gyógyszer tudunk mondani, amit uh, 5-10 éves uh, pályafutása után visszavontak, vagy, uh, vagy tiltólistára tettek, meg hatóanyagot. Uh, ehhez képest érted uh, velünk sokkal, de sokkal szigorúban bennek. Tehát 10 év után is uh, még, még mindig ezt a trombitát fújják, ezt a, a dolgot szajkozzák, 2000 tanulmány után is azt a háromat lobogtatják, amiben egyébként hemzsegnek a tévedéstől és a baromságoktól, de, de hogy, hogy azok a, a hú, izé, -e akármi. Ráadásul egy olyan jogszabályi környezetet sikerült teremteniük, amit szerintem maguk a jogalkotók sem igazán értenek, mert egy ilyen összeullózott sít lett a, az egész törvény. Én oda-vissza óvasgatom, és a mai napig nem tudom megmondani, hogy például az e-cigarettás dobozokra vajon vonatkozik-e az amúgy a dohánytermékekre bevezetendő új egyencsomagolás, mert lehet így is értelmezni, meg úgy is értelmezni. Szóval, hát ami itt van, az, az valami káosz kapitány. Ez, ez tényleg így túl. van. Én eddig akárhány emberrel beszélgettem a szabályozásról, mindenki valamit egy picit másképp értelmezett, hogy, hogy mi hogyan szól. Hogy. Hát de tudjátok, hogy ez miért jó, mert, mert úgy értelmezed, ahogy, ahogy talán, a... talán egy picit megengedőd neked. Hanél és, és aztán utána ah, mindenképp megbaszunk, basz meg. mi nem úgy gondoltuk. <laughs> Így van. Na jó, de hogyha ezt összeveted a, a az Európai Bizottság kimondott szándékával, hogy most aztán a teljel mézzel folyókán és az egységes, egyértelmű <laughs> európai szabályozást fogjuk megalkotni, <laughs> ahhoz képest ez egy kicsit, kicsit nem pont úgy sikerült. Na, ugorjunk. Ugorgunk. Hála Isten megláttátok a <laughs> csatablakot. Igen. Ha már... <laughs> Én nem láttam a csatablakot. Hiba. Ja, mert becsuktam a Facebookot. Hogy nem, nem, a, 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 az Excel chat. Excel chat, ucsiim. Na, no, nekem az sem. Show, 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 note. show notes. Az a baj, cset, hogy nekem se volt, aztán rá kellett note. frissítenem egy commanderrel. Én a hosszú távú abszinenciára is kettős használatra szerettem volna ö, átnyergelni, ami, át. ami a déli en jelent meg a, a cikk, ahol is ugye ez a te gyűjtésed, de egy picit beleolvastam én is. Júj, de borzasztó ronda gyerek van itt a szlájdon, vagy de, itt az oldalán. Szóval azt mondják, hogy, hogy azok a dohányosok, akik sikeresen leteszik a cigarettát az e-cigaretta segítségével, sokkal kevésbé valószínű, hogy visszaesnek, és újra visszaszoknak a dohányzásra. Ezt állítja egy új tanulmány, ami a British Medical Journalban, journalban, journalban jelent meg. Csak az a bajom már ezzel, hogy mindig, amikor ilyen, hogy tanulmány, meg brittek, mindig rá kell, hogy asszociáljak, itt baszták el a sok hülye tanulmányukkal, nem ők, hanem egyébként angol tudósok, mert most már nem tudja minden ember komolyan venni, mikor ezt hallja, ezt a mondatot. Hogy... Ezek nem angol tudósok, Charlie, az a helyzet. De az, most a brit publikálták, az egy dolog. Persze, csak ö, hogyha ez jelenik meg valahol, hogy a British Medical Journal, na, ezt még fogjuk rá a fájdalom csillapítóra, tehát a British Medical Journalon jelenik meg egy tanulmány, akkor az könnyű összekötni az angol tudósokkal. Na mindegy. A lényeg az az, hogy a, az elcigaretta használók ö, ha, több mint 60%-a maradt abszinens. Tehát, hogy mondjuk szép magyar egy szóval, hogy abszinens, ez a. Dohányfüstmentes életet folytat. Ez a, ez a. Tartóztatja magát tőle, igen, nem használ ilyet. Ö, és. Ö, még egyszer mondjuk 61 százalék, tehát azt mondta, hogy én le akarok szokni a cigarettáról az elektromos cigaretta segítségével. 60 százalék, több mint 60 százaléknak ez sikerült is. Zárójelbe kérdezném meg, mo tudtok mondani olyan dohányzást, leszokást, elősegítő eszközt? For example, tapasz, óder, rágó. 4 Na, ennyi. 4 százalék, mm -hmm. champix 5 százalék. De akkor nem, nem, erre e, még ráfűznek ez a, a... ez a leszokási mutató, amit mond Fifika. Ja, hogy, hogy ebből a 4 ból mennyi maradt abszinens? Igen, igen, az egy egészen más szám, hát ugye tudjuk, hogy a hagyományos leszoktató módszerek esetében a, az a kevés is, aki sikerrel leszokik a dohányzásról a hagyományos módszerekkel, a 93%-uk egy év múlva újra dohányzik, tehát a 93% visszaesőhöz képest a 61,1% nem visszaeső, az brutális különbség. Ami még számomra kiemelendő, hogy a tanulmány megállapítja, hogy az E cigaretta önmagában megakadályozhatja a dohányosoknak a visszaszivárgását, visszaszokását a hagyományos cigarettára. önmagában nem akarattal, nem ö, ingával, nem biorezonanciával, önmagában az, hogy elektromos cigarettát használsz ez. Egy olasz kutatócsoport végzi ezt, és ez egy 5 évig tartó felmérés sorozat, és évente kiválasztottak a leges legelején 400-valahány dohányost és 200-200-valahány elektromos használót és kettős felhasználót, és 5 évig évente nyomon követik, hogy az elektromos cigaretta, illetve a dohánytermék fogyasztási szokásaik miképpen változnak külön-külön ezeknek a csoportoknak. És ugye most tartunk a második évnél és azt mondja ki konkrétan, hogy aki egy az egyben átáll elektromos cigarettára, annak nagyon valószínűtlen, nagyon-nagyon jó eséllyel indul az ügyben, hogy ne szokjon vissza a dohányzásra. A másik két csoport esetében érdekes eredmények jöttek ki, mert például az Kinga vetette föl nekem, hogy a, a több mint 20% dohányzó leszokó két év távlatából az az ismert statisztikákhoz képest valamiért kiugróan magas eredmény de az érdekes az igazából az, hogy a, ők nagyjából azt mutatják ki, hogy aki lamentál és kettős felhasználó marad hosszú távon, ő neki nem lesz nagyobb esélye arra, nagyobb kimutatható esélye arra, hogy abba hagyja végérvényesen a dohányzást. Tehát egy olyan üzenete is van ennek a felmérésnek, az igazat majd öt év vagy három év múlva fogjuk meglátni, hogy mi lesz a vége, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy aki lamentál és nem tudja megtenni azt a nagyon fontos lépést, hogy megtalálja a számára optimális eszközt, beállításokat és utántöltőket, hogy egy az egyben meg tudja tenni az átálláshoz szükséges lépést, az bizony valószínűleg hosszú távon és lamentálni fog, és ugyanúgy kettős felhasználó marad. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a szervezetét érő káros egészségügyi hatásokat azért csökkenti azáltal, hogy amíg elektromos szigarettázik, addig sem dohányzik. És nagyjából ezzel kapcsolatos, vagy szörmentén bekapcsolódik ebbe a témába a következő kutatás, és ami pedig egy francia kutatás, ezt csak így összecsapva mondanám el. Azt vizsgálták a francia kutatók, hogy a készülékek teljesítményének, illetve a használt utántöltő folyadéknak a, a nikotinos erőssége mennyire befolyásolja azt, hogy eltalálják-e azt a tökéletes állapotot, amikor kielégítő, kellemes dohányzás közeli élményt nyújt a felhasználója számára az elektromos cigarettázás, és nem meglepő módon meg kellett volna kérdezni egy elektromos cigarettást, és megmondja, hogy igen, ez így van. De minden esetre ők most tudományos szempontból is megközelítik ezt a dolgot, és igen, ők is arra jutottak, hogy valóban bizonyos teljesítmény felett használhatatlan, bizonyos teljesítmény alatt nem kielégítő, és bizonyos nikotin mennyiség alatt sem éri el azt a torokhatást, gőzölési érzetet, amivel könnyedén megtalálhatja az ember azt a pontot, amikor azt mondja, hogy na, ez tök jó, ezzel le tudom tenni a, a, a cigarettát gond nélkül. Úgyhogy egy kicsit visszakanyarodva az előzőhöz, ezért is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ha valaki mondjuk kezdő elektromos cigaretta használó, akkor az első nem annyira kielégítő élmények után ne föladja, hanem, hanem kérjen tanácsot és keressen tovább, mert a miriádnyi eszköz beállítási lehetőség és között biztos, hogy mindenki meg tudja találni magának azokat a beállításokat és paramétereket, amivel a legegyszerűbbé teheti önmaga számára, hogy letegye a bagót végérvényesen. Na, ide egy pici technikai segítség. Tehát ha valaki téhát vadászik, az ne tekerje úgy a most divatos mikrokoilt, hanem húzza szét egy picit a tekercset. Hogyha van közte, egy kis hézag, és ugye a hézag ö, ö, mértékével lehet játszani. Minél jobban széthúzza, annál erősebb lesz a, a torokhatás. Minél jobban összenyomod, ö, annál kisebb lesz a torokhatás, de gazdagabb az íz, szoktuk mondani. Úgyhogy ezt kell eltalálni, és akkor minden rendben van. Fifika, Fifi, most mindenki, ha, azt fogja ha hinni, tetszik. mindenki azt fogja hinni, hogy a résekben van a TH. A résekig a kannás TH. <laughs> Na, én lépek tovább, mert megtudtuk, hogy a nikotin pótló termékek is károsak. Kiderült. Hú, Nem, Krisztánnak tudtunk... olyan grafomániája van, érted, hogy az valami elképesztő. Tehát, hihetetlen a csávó. Kikívánkozik, kikívánkozik. Ezen a cikken nagyon régóta üldögéltem egyébként, azt, amikor először olvastam az eredetét, akkor félretettem, hogy egy kis ihlettel ebből még valamelyik nap összejövett valami. Aztán most a minap nap kificent. De azt tudod, hogy nem mindenkinek esett le. Igen, láttam, láttam. Volt, aki komolyan vitába készült bocsátkozni egyes megállapításokról, mert valahogy az apró betűs, dölt betűs részről lemaradt a végén, hogy ez alapvetően egy paródia Lee Johnson a az egészségpolitika görbe tükrének szánta ezt a cikket eredendően, és most a saját fordításomat és cikkemet fogom magyarázni, ne szívassatok. Elolvastam Krisztián, tehát tudok róla -e beszélni én is, lesz, de szerintem Jó, jó, aki nem olvasta volna, azt tegye meg, nagyon érdekes, pontosan megegyező módon, ahogy az elektromos cigarettát kritizálni, és fikázni, és boszorkány üldözni szokták, ugyanazokkal az érvekkel, és nagyon fontos, hogy tudományosan alátámasztott érvekkel, tehát nem csak hasraütésszerűen oda mondott számokkal, hanem tényleg valódi számokkal, de ugye az egészségpolitika által ismert módszerekkel, tényferdítésekkel, féligasságokkal szelektálni a tényeket, elhagyni, hallgatni fontos részinformációkat, ugyanazokkal a módszerekkel élve levezeti a cikk, hogy miért súlyosan káros a közegészségre a nikotinpótló, elfogadott hagyományos nikotinpótló terápiás leszoktató módszerek. Kezdve attól, hogy rászoktatja a gyerekeket, káros a gyerekekre, az édesízek, igen, nem segít a leszokásban alapvetően, rászoktat a, 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 függőségre, minden van benne, tele van rákkeltő és más egészségkárosító anyagokat. Tehát ami kígyót békát, reánk és az elektromos cigarettára kiabáltak az utóbbi években, teljesen ugyanazokkal a módszerekkel élve, ugyanazokat levezeti a nikotinportló terápiás készítményekre. És ismétlem, abszolút hiteles, tudományos kutatásokra és számadatokra hivatkozik mindenütt. Ennyire nagyon durván lehet hazudni alapvetően bármiről, hogyha megfelelő módon szűröd és szelektálod a, a, az információt, amíg alapján... Emlékeztek a Nikoret a spray tudod, amikor Igen. nem is tudom, egy, nem egy éve túl. jött Igen. ki. És hogy mi, mi az összetevőkért? És akkor sósav, meg nem tudom, Jézus Mária! Hú. Egyébként, Krisztián, ezzel a cikkel tudod, mit értél el? Szerintem eljön még az az idő, amikor uh, hivatkozott referenciaként a gőzlér.blog.hu per 2016 per 06 per 07 per kikerült, vagy kiderült a nikotinpótló termékek is károsak az egészségre. Ez ildikóig gazdalán lesz kinyomtatva, kasírozva, lefűzve, és azt fogják mondani, látják, itt is ezt írják. És az utolsó három bekezdést az letörlik, mert annyi hely már nincs az A4-es papíron, a többi pedig, látják, ők is tudják. Hát ők mondták. Két évvel. Meg, megosztottam a, a saját oldalamon, azt hiszem ezt a megjegyzést írtam fölé, hogy na és akkor hol a farkas, és ki van a bárány bőrben. <kül> Ja, igen, mert egy kicsit föltupíroztam, tehát megtartottam a szó szerinti fordítást, készítettem, és aztán ahol a tartalom indokoltát tette, oda bebeszúrtam a kedvenc lurditáink kedvenc szófordulatait, hogy mindenki ismerő szövegekre is rá a páraindul volt falkastól Forkos. kezdve a, a minden egyében át. Dehogy hit, És, és hasonlók. De hogyha ezzel túllendülünk, akkor hogy ne csak ilyen komor témákról beszéljünk. Azért, azért csak itt lesz mindjárt. 8 a 9 -e van. Ugye 8 én veszük fel az adást. 11-én, 12-én Bécs, Vépsó, Megyünk. Nem tántoríthat el minket senki és semmi. Még az ülés rendelt, tehát akkor még képlékenyek vagyunk, úgyhogy úgyhogy várjuk a jelentkezőket még egyszer, mondjuk nem harap Krisztián sem, meg én sem, úgyhogy az autóban még egy hely van. Amit lehet tudni, első nap vendég lesz, nek vagy ami érdeklődésre tarthat részünkről okot, az Éron bieber lesz, aki pedig ha nem ismerős a név, nem cseng senkinek ismerősen, bár ezt remélem, hogy nem így van, a milliárd élet, vagyis hát a Billion Lives rendezője. Üm, úgyhogy vele lesz egy ilyen beszélgetős rész, egy háromnegyed óra. Üm, remélem, hogy utána meg lehet kaparintani az embert. Ha más nem, akkor az egyen pólónkra fel fog figyelni, és mi is próbálunk majd belőle valami képes beszélgetést kicsikarni. Hát, ha sikerül, remélem, hogy sikerül és a második nap pedig, aki nem az első napra időzíteni magát, és mond neki valamit az a név, hogy Imeó Tanassis. Remélem nektek mond. Ú, de nagy a csönd, ez fáj. Nem, nekem mond, mert odaírtad mögé zárója. Hát ez, ez kurva jó. Egyébként nem mondana. Így a nevéről nem. Át, én, én kukoricát vele a sarokba. A aztán... annyira nem foglalkoztam. Na, ezt Hondor meg tudja? Szóval imeután azt hisz mm. egyébként, aki a Golden Greek vonalat képviseli, tehát a görögök részéről nagyon-nagyon minőségi modokat, kazánokat készít, gondoljunk csak a GGTS-re, gondoljunk csak az Itakára, természetesen az eredetiekre. ő az, aki ezeket fejben megálmodta és megvalósította, tehát a második nap ő lesz az egyik ilyen, celeb színpadi fellépő és beszélgető társ. Én azt mondom, maradjunk két napra. Krisztián. Maradj. Christian. Hazajövök vonattal. Ó, jó, oké, okay. megbeszéltük. Úgyhogy ö, ezek lesznek, és ö, szerintem tök jó lenne, hogyha beraknánk a beraknánk a beraknánk a azt, amit bezártam, zseniális vagyok én is. Mondjuk az a bajom ezzel, hogy ezt meg kell közben angolosítani, mert a dubfermagazin.dn ott van a bűnen program a websóról. Lesznek még más celebek is, de az a lényeg, hogy, hogy itt van, hát nem tudom, hogy milyen diasó lesz back to back 10-től 12-ig. Ugye jól tudom, hogy 12-kor van a publik nyitás. Mm, én nem úgy, úgy volt, hogy 11-től én 12-re emlékszem talán, de mindegy, tehát abban reménykedem, hogy az elején egy picit zártabb lesz a a, a médiás a nekünk, már nem emlékszem. Részleg és, gondol, és akkor megnélem, mi mehetünk be 10-től, tehát ott még egy picit nyugalmasabb ö, ö, közegben tudunk tudunk vágóképet, meg mit tudom is én, mit meg esetleg nyilatkozatokat, vagy hogyha valakivel összesodor minket az élet fölvenni, és aztán jönnek mindenféle, mi az Isten, Cloud Chaser verseny, lesz itt Vape trükk verseny, aztán ugye Bernd Meyer professzorral lesz egy beszélgetés, utána nem tudom mi ez a Steam engine, hogy, hogy mi lesz akkor ott, ez a három, nem, bocsánat, öt perc, gondolom egy kis lélegzetvételni szünet, és utána fog Tényleg délben, délben, nyit a nagy közönség Há. számára valóban, igazad van. És akkor fél három után kicsivel Éron Bíbert lesz, ugye vele lesz egy, egy kis tók, és ez negyed négyig, és, és utána megint cloud és meg az anyám kínja. Nem tudom, hogy ez a, ez a Mr. Absolute Body, Modifi Body Modification Talks, szóval ez mi az anyámat, keres ott, 20 perc lesz vele. Na, az a lényeg, hogy mi, mi első napra csapunk rá, és ö, ott is Aeronra, úgyhogy próbálunk értékelhető anyagot összehozni erről az egészről, ö, kis színes jellege, hogy aki nem tud jönni, de ha nem velünk jön, akkor is nyugodtan jöjjön. Ö, másokkal is beszéltünk jönnek nem csak innen, nem csak velünk, úgyhogy remélem, hogy összefutunk pár pár ismerőssel ott. Én már várom egyébként. Én is. Megpróbálok majd live tweetelni, hogy ne varsóba kelljen föltalálnom a spanyol viaszt. Már mi az, hogy live tweetelni? Tehát van Twitter csatornád? Ott van egy Twitter-ekántom, az FI óta túl sok mindenre nem használtam, de most majd leporolom. És hát majd figyelj már, nem közben, tudom, hogy hitem. hány follower van. Én úgy gondoltam, hogy ma, még Magyarországról, és akkor ez ilyen kis színesként a, az autóból bejelentkezünk, majd van a Facebooknak ez a live chatje, ami mindenféle mm -hmm. fanpage-eknél él, tehát mondjuk az ecigi teszteken lesz majd live chat, és akkor ott lehet lájkolgatni, like amit mondunk, vagy beszélni hozzánk, kérdezni, hogy mit kérdezzünk, mondjuk, ha ott vagyunk, vagy mit nézzünk meg, mi érdekel benneteket. Ez és Ez nagyon úgy, interaktívan hangzik, Charlie. Hát ez annyira 21. századi, és úgy gondoltam, hogy a, a tweetre, ugye nekem, nekem én, én tweet buzi vagyok, ott van nekem a, a, az ecigi tesztekes csatorna is, ha gondolod, akkor akkor akár azon is tolhatjuk, mert ott van 2000 valahány száz követő szerte szana minden honnan, és akkor onnan tudunk posztolgatni majd menet közben képeket, meg érdekes infókat. Jó, Úgyhogy, úgy, szerintem, szerintem ennyi lesz. A, sajnos az van, ezt mondom nektek ilyen kis háttérinfó, hogy azt nem tudom, hogy fifik abból, már kitettelek abból a chatből, mert mondtad, hogy nem biztos, meg hogy hogy jössz, meg mint jössz, de, de elszeparált 220-as töltős őrzött lehetőség nem valószínű, hogy lesz. Tehát inkább azt mondták, hogy nem lesz. Tehát úgy készüljél te is, Krisztián, hogy hozzá kábelt, mert nekem nincsen olyanom, de a kocsiban lesz szivargyújtó töltőm, lesz powerbanket is viszek, de azt te is hozzá, hogyha van és akkor a menet, ja, ja, ja. Közben, menet közben majd uh, nehogy kifogyjunk a delejből. A, a kocsistominak mondtam, hogy hozzon uh, mi az Isten, az a invertert a kocsi, vagy szivargyújtóról tudjunk tölteni mondjuk uh, olyan eszközöket, amit, uh, amit uh, nem tudunk a powerbankről, tehát mit tudom is én, a, a, az ozmónak a kamera aksiát, meg a, a fényképezőgép aksiát, úgyhogy Hát remélem, hogy ki fogjuk húzni a, a, azt az egy napot annyi erővel, ami nálunk lesz. De hát... Csak-csak ő... ja. akkumulátorokkal készülök. Ja, kipuposodik majd a hátulja. Úgyhogy ez van. Na, és ti mire számítotok egyébként, hogy, hogy, hogy megyünk aztán? Aztán ott fogjuk csapatni, vagy nem tudom, hogy ott podcastet csináljunk, vagy, vagy ne, vagy én inkább online naptartalmakra gondoltam most, persze hát aztán ott is beszélgethetünk, ha már éppen mindent Szerintem a helyzet és az alkalom szüli majd a, a hogy hogyha valami olyat látunk, hogy leesik az állunk, akkor azért kapja elő egy mikrofont, aztán tárgyaljuk ki ott helyben, aztán legfeljebb összevágod majd egy ilyen kis valamivé, hogy mi is történt. Hát azt úgy, úgy Vagy terveztem. is, és hát azt úgy nem terveztem tudom, hogy, mire hogy igazából. Hogy, 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 ugye készülünk, vagy készülök kamerákkal, álványjal, ott lesz a mikrofon, te majd szépen a kezedbe veszed, oda megyünk Éronhoz, oda megyünk X-hez, Y-hoz, kicsit beszélgetsz vele, én majd közben azt rögzítem, megyünk tovább, itt is, ott is, amott is, kis színeseket az asztalról, ö, a termékekről, a kiállítókról, aztán aztán majd csak összejön belőle valami, valami használható anyag. Úgy gondolnám, hogy annyira sok riportot nem kell ott csinálnunk, mert tényleg aki, aki itt az első nap minket érdekel, az az, az talán egyedül a Billion Lives-os Éron lesz. Mm, én azért Bentmeyer professzor beszélgetésére is kíváncsi vagyok. Jó, persze, persze. Azt is, csak mondom, hogy akkor kettőnél De, hogy tartunk. A kuriózum gyanánt, igen, igen, igen. Vagy ha elkapjuk, a pajeszánál fogva odarángatjuk, és, és akkor megszólaltatod, én meg majd, majd lázasan kamerázok. Úgyhogy én ezt Vagy tervesztem. Ha összefutunk, akkor meginterjúolhatjuk a szájtátó magyar gőzlér kollégákat is. Na, na, igen, 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 igen. Például Andor nélkül. De hát ez... Ez van. Na, aztán jövünk szépen haza, és majd este valamikor megint megpróbálunk, ahogy átléptük a határt, megint magyar térerünk lesz, megint egy kis élővel bejelentkezni, hogy milyen volt, hogy volt, a kocsiból is egy kis autóból, bocsánat, helyzetjelentést, aztán, aztán Hát én úgy, úgy, úgy szeretném, hogy azért is viszek fényképezőgépet is, minden szírszart, hogy, hogy legyen képanyag, legyen videóanyag, legyen hanganyag. A képet azt egyből egy-két nap után ki tudjuk dobni, aztán a, a, videót is, a podcastet meg tudjuk színesíteni majd az ottani anyaggal, és akkor, és akkor fú, ez nagyon-nagyon komplex élmény lesz, remélem azoknak is, akik nem tudnak eljönni, vagy nem lesz idejük, vagy, vagy más dolog miatt nem tudnak eljönni. És remélem Fifika is Tiszteletét teszi. Reménykedünk. Mm, már csak 12 óra választ el ettől a, a döntéstől, de reménykedünk. Azt nem tudom, Charlie, hogy hogy uh, ugye nektek meghívótok van. Igen, Igen. Nekem, meg, ne, nekem meg nem lesz. Akkor uh, mi csak délbe fogunk bejutni? Nem, mert a B2B, de te gyártói vigyóval mész, nem? Nem? Nem. Nem. semmilyen nincsen közben, igen. Akkor te délte, bizony, te ott fogsz átsorogni délig. De csak szólok neked, Fifik, ahogy, ahogy ez kiderült, mennyi föl, vedd meg a jegyet, mert online is meg lehet venni, vagy meg kell venni, nem tudom, hogy ott a helyszínen lehet-e, de remélem, hogy lesz egy külön sor azoknak, akik pedig megvették online, és csak valami etikettet fognak bemutatni. Tehát én azt mondanám, hogy hogyha kiderült neked, csütörtökön este, akkor legkésőbb pénteken vedd meg még, amíg lehet. Hát igen, igen. Meg Vagy nem vehetsz ez foksz... VIP egyet, és azzal 10-től, és igen, még igen, igen, igen. is kapsz. Igen, 100 igen. euró. Igen. 150, vagy 125. 150, valahogy. igen. 150. Na de akkor érted, akkor velünk lehet. Ha -ha. Jaj. Hát azért valami. Na. Na. Plusz két óra úri társaság, ne hülyeskedj. Ennyi. Hát így meg nem fog tudni följönni, akkor ölünk kokettálni majd a VIP-be a kaviáros, beluga kaviáros szendókat, ahogy majd toljuk ott a mújóval. Ezt most elképzeltem, hogy Krisztián két pofára a belugát, és tudod, még a szendóra még így kanállal így kaparja rá, meg. Gyere, csápi, Zombis, van. le. És bajszón végén, meg a szakállamba így benne a kaviár szemek. Ja, no, kinézünk a bejáratnál, még fifika még a sorba áll, illetve már elfáradt, úgyhogy így, így ül a betonon, a többiekkel több, több, ember egy sorban így ülnek, 150 méter a sor, eszi a kis otthonról hozott a folpakba a szendót. Gyere, fifika, kurva jó kamiát! Áll... Nem, nem leszünk ilyenek. Viszünk ételtartó dobozt, és kicsempészszük neked meg elővöltjük magunkat, hogy food fight, és ott dobáló meg az a és locsoljuk a domperi nyompesgőt jobbra. Igen, igen, igen. Moé-ban fogunk fürdeni. Sőt, azt, tönt, töltjük majd a kazánba is. Hasas túrunk a szarvas gombás medencébe. Ezt ugye elképzeltem, Krisztián, nem, segges, de, hogy felhúzza a térdét, így átölöli két pikk egy rohadt nagy segges nyom a szarvas medencébe. <laughs> jaj, jaj, jaj. Na úgy, hogy ez lesz, és, és útközben kipróbálhatod te is ezt a, ezt a, nem ezt a, azt a dripper tank anyám kínját, amit egyik gőzlértársunk keresett meg, és és mondta, hogy próbáljam már ki, vagy mondjak róla véleményt, mert hogy jó pofasság a dolog. Majd megnézed. Kicsit olyan... Mint, jó. Kicsit olyan, mint a Prométei, kicsit olyan, mint egy Genesis. Mint egy GS ö... nekem az ugrott be róla. De tudod, mi a, a, a kurva jó benne, akkor is egy össze van legózva mindenből, hogy, hogy szét se kell szedni, Fifika. Tehát ezt a drippen keresztül töltöd. Zseniális egyébként. Néztem, de ez full úgy nézett ki nekem, mint egy GS, amin alul van egy osztás a külső GS gyűrű helyén. Tehát, ez nem, tehát így néztem, mondom. Ez egy ne, hát, hogyha az Ha a... eltakarod az alját, akkor úgy néz ki, mint a mint a prométei. Egy az egybe. Tehát ugyanilyen a levegőcsöve, csak nem ez az át látszó palást van rajta. Ami egyébként hmm. nem, nem polikarbonát, ez valami valami kurva drága ö, anyag, amit föl is írtam, csak most én nem tudom, valami három betűs rövidítés. Rubi üveg. Rubin. Az is. Bocsánat, is. Az is. Ja, úgyhogy ezt is meg tudjátok majd kóstolni a kocsiba, hogy na milyen, vagy milyen nem. És ennyi. Holnap, holnap? Nem megkóstolhatnád a kamillás barackomat, de úgy tágítasz a málnától, úgyhogy nem fogod. Hát éppen megkóstolhatom most éppen a ö, málnát szívom, de a másikban meg éppen a gránát almát, amit te is jó ízűen fogyasztottál, azt kóstolgatom nyalindgatom. Na és milyen? Hát ö, nem rossz, nem rossz. Én még egy kicsi gránátot raknék bele. Gránátot még raknál? Hát be. úgy, úgy, úgy. Hát. Na most ezt úgy mondom, hogy amit ettem, gránát, almát. Tehát még egy pici fanyarság, még egy pici gyümölcsösség nekem nekem jó, jó lenne benne, de hát lehet, hogy éppen olyan kazánból szív. Ez nem igaz, mert nem olyan kazánból szívom, ami nem adja az ízeket, de jó, jó, mondom, tehát abszolút élvezhető a játékos, és én a megfelelő Igen. nikotin mennyiséggel kaptam, nem úgy, mint ez a kis lúzer a vonal másik végén szegény nullás szívtam. Igen, én valamiért nullásat kaptam, és beletellett egy időben, mire rájöttem, hogy tudok magamnak tenni bele nikotint, de aztán utána, utána csak annyira ízlet fifika, hogy be voltak már keverve a szokásos löttyeim, amikor megjött, és hamarabb elfogyott, mint, <laughs> bármi más, ami be volt keverve, igen. Én adtam a cimborámnak is 5 millit, beleraktak a kazányába, és tényleg elfogyott az is neki egy egy fél van, be, van belőle egy van belőle egy V2 úgyhogy majd lehet, hogy akkor viszek nektek, de csak akkor, hogyha megdobáltok kaviáros szendviccsel Az úgy lesz, Ez hogy másképp. majd a, a paritjában a kaviár mellé fogjuk rakni a szarvasgombát és úgy, úgy. és majd utána ha így jó lesz viszek reszelőt hogy Jó. a szarvasgombát lebírjam. Meg gondolom egybe, tehát így Persze, persze. Egy kaviár, egy szarvasgomba, szúgy. Persze, persze. Hát tudod, tanyán így esszük. Nem tudjuk, hogy az fűszerbe az meg, azt úgy esszük mellé, mert ingyen van, így harapjuk a dióhéja. Harapja a szarvasgombát, igen. Nem? Ó, oh, kurva drága, sokat kell lenni mert drága. Na. Ezt, tényleg ezt ma, ma tanultam így vissza, tehát szarvasra jutott eszembe, hogy, hogy kapni fogok télálló nádat. Nádat? Hülye vagyok, bambuszt. Bambusz. Télálló bambuszt>, bambuszt. És Aszintem hogy, hittem télálló Hogy, nem, beszélgettem a fickó, és mondja, hogy két ilyen csoda van a, a az, a, illetve hát egy csoda van a növényvilágban, ez a bambusztót, hogyha levágod, akkor is uh, nő tovább, tehát hogy a sejtbúrjánzás úgy, úgy megy benne, érted, hogy Mit, mit, ha mi se történt. Olyan, mint a a, a a másik ilyen pedig a szarvasagancs, az meg ugye az állatvilágban, hogy az is így, mint a két centit nő naponta. Na jó, hát amíg a... rajta van a fején. Hát igen, igen, nem, de ha nincs rajta, akkor már nem nő tovább. Úgyhogy <coughs> ez jutott eszembe a szarvas gombáról. De azt nem tudom, mi kezem van a szarvasnak a gombához, de biztos jó. A szarvasról jutott eszembe most, hogy ezt ki is felejtettem valamikor voltunk a a Nórival, Buda őrsön a parkban, zseniális élmény volt. Ö, etettem őzeket, őzeket, nagyon kis koldus nép, tehát már a papír, tudjátok, ilyen pavlovi reflex kialakult náluk, papír zörgés, abba kaja van, megyünk oda, és mikor megrohamoznak téged az őzgidák, meg akinek még olyan kis szőrös a a pici a fején, és tudod, ő nem rosszból, de ugye elkezd téged úgy lögdösni, akkor egy picit akár meg is ijedhetsz, volt olyan kisgyerek egyébként, aki sírva menekült előlük, a másik meg, mintha össze lett volna ragasztva az állattal, így a hátát simogatta egy darabig, az állat menekült volna, és azt hitt, hogy játszani akar, és így megfogta a hátát, és így úgy ment utána, hogy amerre ő menekült volna, ő arra ment, és így <laughs> folyamatosan ott volt a keze a hátán. Nem tudtuk neki megmagyarázni, hogy előled menekül, nem veled. <laughs> úgy, Úgyhogy őket. A, a... Azt, azt a szőrös agancsot, azt egyébként barkásnak hívják csak. Mondjam. De a szőrös az sokkal jobb. Hangzik. Egyébként picit ö, fura volt, mert ö, ki volt írva, hogy zót meg kapható, és aztán minden egyes ketrecnél az volt, hogy nehetes, nehetes, nehetes. Hát mondom, az kaszér vetették meg, mondom jó ezt, is, hogy nem vettük Ennek mi értelme akkor? Mondom, jó is, hogy nem. Jó, mondjuk olyanok voltak, érted, hogy valami, mit tudom is én, sasmadár, hát a faszon fog hogy az ujjamat is megeszi, az meg az ócsa megével. De ez az egy volt olyan, ahol, és végül is ott is lehetett kapni, tehát még jó is, hogy nem vettem a bejáratnál. Ott mondom, na menjünk be simogatni, nem volt sok ember, mert maximál volt, hogy húsz ember legyen fönt hogy ne riogassák az állatokat. És tök jó volt egyébként, megvetted a csemegét, 250 forint volt egy nagy zacskó, és le kellett ülni egy fa padra, és egyből tudták az állatok, hogy nálad valami van, mert zörök, és jöttek. És Nórinak az volt az első, hogy ne azt a csúnyát etesd a szépet, azt fényképezem le, mert ugye tudod, épp akkor ved lett, és az olyan foltos volt, szegényként. Ha mondom, a csúnya is éhes, azt is meg kellett ugye úgyhogy kapott mindegyik. Azt el kellett magyarázni némely kisgyereknek, hogy hogy kell etetni, mert ugye nem úgy etetjük, hogy csak úgy ott van a tenyerünk, mert akkor, akkor nehéz kipiszkelni, ezt véletlen meg is haraphatja, hanem úgy, úgy feszítse hátra a, a kezét, és é, élmény egyébként, jó pofa volt, jó volt. Nehezen ki tudom elképzelni, hogy egy ilyen bambi jelenet közepén Charlie őzgidák gyűrűjében kisgyerekeket, állatokat etetni tanít. Ez valahogy annyira nem passzol össze veled a fejembe. Hát, be, van róla képem egyébként pedig. És sokkal inkább el tudnék képzelni egy ilyen szituációt, hogy a stót, hogy kell az őzgidát! Húzzál innen! <laughs> ne, az úgy lenne autentikus, hogy ahogy Andor szokta, húzzál ide a gecibe! Ja, <laughs> Illegális gőz, gőzgida, gőzgida etetés. <laughs> Na hát azt élveztem, igen, hogy ott szabadban voltam, és lehetett öfékelni. Nagyon jó volt egyébként, és ezen gondolkoztam is, hogy oda kimehetnénk közösségileg, tudjátok, amit beszéltünk valamelyik előző adásban, hogy az egyik Patreon említette, hogy bográcsozni, vagy valami, hogy ott a, a, park előtt volt két baromi nagy rét gyerekjátszóval, meg az anyám kinyával, és oda kimentek emberek négy-öt autóval, bográcsokkal, főztek, olyan jó illat lengte be az egész rétet, hogy, hogy csakna. És akkor mit tudom is így kimennénk, bográcsozgatnánk, vagy szalonnáznánk, vagy sütögetnénk valamit, aztán ott lenne egy ilyen, egy ilyen mit tudom is én, gőzlérfest. Csinálnánk egy ilyen, egy ilyen nyári összeröffenést. Ilyenen gondolkoztam, aztán amikor visszamentem az autóhoz, és kettővel mellettem ott helyszíneltek a rendőrök, mert a nem őrzött, ám de ingyenes parkolóban megpróbálták fölnyomni az autót, akkor nem volt őszinte a mosolyom, de ezen túl lendültem. Na, ennyi lett volna a kis színes, eljutottunk valahogy a bécsi vépfesztől az őzgidák etetéséig. Van itt egy másik téma, de nem tudom, hogy ezt beszéltük-e, vagy beszéljük-e. Beszéltük, beszéljük. Jó, beszéltük, akkor beszéltük, beszélt. kiszűrkítem a francba, és akkor jöhet a következő. Én Mújó minden vezest minden föl, mert nem minden tudom, minden mire minden gondolsz. Ja, Facebookon olvasgattam ma, hogy még mindig nincsen tisztában a fejekben, hogy mit is jelent ez a szabályozás, és emberek beszélgetnek egymás között, hogy igazából lehet fasztekről rendelni, tök nyugodtan elektromos cigi cuccokat, mert ha nem éri el azt az értéket, akkor, akkor az úgy legális, és amúgy is, és stb. És futottam egy kört velük, próbáltam elmondani, hogy, hogy hogyan is működik ez, és, és hatalmas félreértések vannak még mindig a fejekben. Hát jóformán olyan visszajelzéseket kaptam, hogy de hát nincs leírva benne, hogy magánszemély nem rendelhet Kínából kis túlzással. És itt az van, hogy más jogszabályhelyeken vannak érvényes rendelkezések, például az, hogy mikortól számít egy Európai Unión kívülről rendelt termék kiskereskedelmi forgalomba, lépésnek, mikor, kerül a szabad, mikor történik a szabad forgalomba bocsátás, és ez a vámeljárás keretében történik. És az az egyszerű apró tény, hogy te az alatt az érték alatt rendeltél, ami alatt nem foglalkoznak vele, hogy vámot fizess utána, ez nem jelenti azt, hogy ettől az a rendelés legális. Tehát a főbb támpontok, amit tudni kell, az az, hogy Magyarországon a hatályos törvény szerint kiskereskedelmi forgalomba elektromos cigaretta és alkat rész kizárólag dohányboltban kerülhet. Tehát ha te Kínából rendelsz, akkor kvázi te, mint importőr valósítod meg a vámeljárás keretében az importálást, a szabadforgalomba bocsátást, és egyből te is a tulajdonosává válsz a, a dolognak. Tehát ha Kínából, EU-n kívülről jön az a termék, egész egyszerűen legálisan nem jöhet, mert semmiféle előírásnak nem felel meg, amit a forgalmazásra Magyarországon bevezettek. Ennyire egyszerű ez a történet. Az, hogyha te kísértéken rendelsz, és nem törődik vele a, a, a vám a, a, a behozatalnál, az annyit jelent, hogy letörölted a homlokodról a gyöngyöző izzadságcseppeket, és megúsztad. Tehát ettől ez még nem lesz legális. Hát ez a mázli faktor lesz. A csoda? Hát az, az a mázli faktor. Mázli kategória. Igen. igen. Puszt, pusztán vak szerencse. Igen, de erre fogják e ez majd az mondani, az hogy tömmel nekem bejött. Ezzel az érveléssel 20-valahány euró alatt halálnyugodtan lehetne mondjuk Hollandiából füvet rendelni, mert hát átjön a vámon, mert, mert olyan. De nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez nem igaz. Nem így van. Pusztán vak szerencse, ennyi. Rossz embereknek mondott Krisztián szerintem, mert aki hallgat minket, igen. azt tudja aki meg nem nem, tud... nem nem feltétlenül, mert hogy tényleg annyira nyakatekert, és egy-két részen annyira elbaszott a, a szabályozás, meg sokan a hogy hívják ezt, mi a kifejezés erre, a, nem a jogtudatosság, hanem amikor valaki tisztában van valamilyen szinten, a, hogy, 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 hogyan működnek ezek a jogszabályok, meg ilyesmik, hogy nyilvánvalóan nem fogják a, a nem dohányzók védelméről szóló törvénybe beleszuszakolni a felét a kereskedelmi törvénynek, a vám törvénynek, stb. 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 De attól, hogy kerekperec oda nincsen leírva, vagy Kovács Edömér nem rendelhet a fasztekről, mert az nem jelenti azt, hogy Kovács rendelet a fasztekről. Tehát tisztában kell lenni az összes többi vonatkozó szabályjal, és akkor tiszta a kép, hogy mi van. Hát remélem, hogy minél És a legfőbb megértik, ökről hogy... szabályjal a törvény nem ismerete hogy... nem mentesít a felelősségre vonás alól. Tehát azzal én nem lehet hány. majd példálózni, hogy én ezt nem tudtam. És erre ráfűzve, mert mert a fasztek szarik rá, el fogja nektek küldeni, mert a pénz már ott van a számláján, aztán vagy megjön, vagy nem. De a 13-as pont egy ilyen bevonzotta ezt a 13-as számot, és ez, hogy hogy mennyire ingatag a talaj, mikor kedves hallgatók biztos tudjátok, hogy ki az a szolub, vagy mi az a szolub, aki nem tudja, aromákat és mindenféle löttyöket árulnak, illetve most már mondhatjuk, hogy egy darabig még, aztán már majd nem árulnak. Aztán már meg nem. Így van. Mert hogy nehéz a dolgom, mert egyébként a sokat mondó solubarom.fr-ről kell lefordítani, mondjuk angolra, és ők is azt mondják itt, hogy, hogy ha jól olvasom, november 19 a deadline-juk, és, uh, és uh, a már legyártott termékeket azt, uh, azt 2016. december 31-ig vehetik meg az ügyfelek, és ők is azt javasolják, hogy amit Fifika mondott, mi az? Spájzoljatok, spájzoljatok, spájzoljatok. Mert ha azt írja le, hogy a bázisok jelenleg kaphatóak a következő ö, méretekben. 115 milli, 1 liter, 5 liter. Na. Úgyhogy, ö, hát, ők is azt mondták, hogy behúzzuk a kaput. És ö, ott van még benne három link, én meg nem kattintom ezeket. Ö, ezekre hivatkozik. Ö, illetve, ugye a... Ö, igen. Azt mondja, hogy... Itt vannak a, a törvények, és mint tudjuk, már soha nem lesz ö, ugyanolyan, ö, mint a törvény bevezetése előtt. És előtt. A korlátozások miatt, úgyhogy ezt a lépést ők megteszik, lehúzták a rólót. Az első ö, nagy cég, akiről itt Európában tudunk. Úgyhogy ö, rendeljetek csak fasztekről, be fog jönni be, be. Uh, ugye egyrészt a szolub története azért szomorú, mert azért ők az aroma piacon egy aránylag fiatal cégnek mondhatók, illetve hát élelmiszeripari aromagyártásból csaptak át vépelhető. Nem is mondanám, hogy aroma inkább ők eszenciában gondolkodtak, és egy mondjuk egyszerűbben előállítható keverés otthon, mert ugye 10% környékén kellett a szolubot használni, nem volt annyira érzékeny a, a pontosságra, de a rövid pályafutásuk alatt én kóstoltam, és tényleg klassz és összetett ízeik voltak. Hogy miért vonulnak ki a, a piacról, az szerintem nyilvánvaló, mert mert ez a szabályozás gyakorlatilag keresztbe tesz a, az otthoni keverésnek, és egyszerűen jogkövető magatartást tanúsítanak, és azt mondták, hogy akkor inkább lehúzzák a, a rolót, vagy visszamennek az élelmiszeripari aromák piacára, vagy lehet, hogy eddig is voltak ott de hogy ezt az üzletágat gyakorlatilag felszámolják, és ez szomorú, mert, mert az a mondat, amit ott leírtak, hogy ez a piac már soha nem lesz olyan, mint a szabályozás előtt, ez egész Európára vonatkozik, meg az egész ECIG is társadalomra, és, és, és mit Európa, tehát az Amerika, tehát borzasztó szar olvasni egy, egy ilyen kontextusban ezt, a, ezt az egészet, és gyakorlatilag mindig az jut eszembe, hogy majd mi meséljük az unokáinknak, hogy is tudjátok, hogy milyen volt, amikor még lehetett a villamos megállóban, meg otthon keverni, meg nem tudom én mi. Na hát, ez van. Ez én a... azt nem értem egyébként, hogy meg szép kell, hogy új világciáknál mi van, mert ugye maga a TPD meg itt itthon sem foglalkozott sem a TPD, sem a magyar szabályozás, a, a házilag keverés kérdésével. És a, az aromák alaplevek azok békén vannak hagyva alapvetően. Én, fél... én várj én félek, várja. Fél. félek, félek attól Krisztián, ezt a csárdival is sokat beszéltük már, hogy egészen addig nem követsz el uh, uh, szabálysértést, amíg be nem töltöd a kazánodba. Ez pont olyan, mint az étolaj. Érted? Egészen addig nem jövedéki termék az étolaj, illetve nem esik jövedéki büntet, vagy nem tudom, Csajl jobban tudja, hogy milyen szabálysértés alá, amíg bele nem töltöd a, a, dízelbe. Ha beöntötted, öcsém, mondatok, ez a rendőr tuti, hogy meg fog büntetni, hogyha étolajjal hmm. hajtod az autót. De jó sült van ennek a Mercedesnek. Áh, bizony, bizony, bizony. Hát ne így legyen. Csak érted. Nem tudok tehát a, álul, a, a, hogy az ottani viszonyokkal pontosan tisztában legyek. Gondold végig, hogy, hogy Magyarországon hány olyan jogsértés történt, ami, amiről senki nem tudott. Ilyen péld, volt például az az elhíresült drónos történet érted mi az van jogosítványod meg nem tudom repülési engedélyed meg főszállási napló meg nem tudom én miket kértek ott a rendőrök a szerencsétlen riporterek tőle érted azt egy olyan eszközről beszélünk amit gyakorlatilag az összes nyolc éves uh, tud használni tehát uh, na ér érdekes dolgok ezek a jogalkotás az egy dolog meg a jogértelmezés a másik meg a jogszabályalkalmazás alkalmazás az a harmadik meglátjuk, hogy mi lesz. Uh... Ja. Na csapjunk át az olvasói kérdésre, mit szólsz hozzá, vagy mit szóltok hozzá? Csapjunk. Okay. Egy darab ö, ember volt, nem állat, nem növény, ember. Tógyula Tógy kérdezte, hogy mit tudtok arról, hogy 2017 januártól az elektromos cigaretta is zárjegyes lesz? Picit elrugaszkodva a TPD-től, ti milyen fejlesztést látnátok szívesen a jövő elektromos cigarettáiban? Hova és miben lenne jó fejlődni? Hát az utolsó két kérdésre azt mondom, hogy ezt már olyan sokszor kitárgyaltuk, hogy csak na, de az első az, az talán kis ö, beszélgetésre adhat okot. Nem tudom én erről a zárjegy históriáról annak idején... Uh, hogy is mondjam, uh, kérdést tettem uh, föl egy uh, összejövetelen a, a Nav uh, illetékes altábor uh, altábornagyának, vagy nem tudom én, milyen rangban volt, de hogy tód, ilyen csíkos nad nadrágban járt az biztos. Piros csíkos és uh, piros csíkos, és. Uh, Hát nagyon sejtelmesen mosolygott, ugye, mert, mert megkérdeztem tőle, és akkor hova teszik a zárjegyet, ugye akkor még ilyen 10 millis üvegen képzeltük el az egészet, hogy ez hogy lesz, és akkor mondta, hogy nem kell zárjegy. Tehát a, a, a sörön sincs zárjegy, mégis jövedéki termék az alkoholtartalmú, ellentétben a... a nikotinmentes likviddel, ami meg igen, de hogy hogy nem kell, tehát ahhoz nem kell zárjegy, hogy valami jövedéki legyen. Érted? Tehát semmi nem írja elő, hogy zárjegy legyen rajta. Ráadásul, ha jó tudom, pont a, a dohánytermékek esetében 17-től nem is lesz zárjegy, hanem adójegy. adójegy. hívni. És és azt hiszem, hogy az ár is le fog kerülni az adójegyekről. Igen. Tehát ez egy, ez egy érdekes dolog, hogy hova fog vezetni. Ha ugye ez bekerül a, a központi dohányelosztóba, mint jövedéki termék, akkor onnantól kezdve ott képződik a, a jövedéki adó, amit neked, mint gyártónak vagy kereskedőnek majd meg kell fizetni az eladások után. Ennyi. De nem, nem kell rá uh, semmilyen jegy vagy azonosító. Na ennyi lett volna. Sorozatod van, Krisztián? Van, kérlek szépen. Én bepiccentettem Stanley's Lucky mennyét. Lucky mennyét ami egy Londonban játszódó sorozat, és ugye a Marvel képregények, ősöreg Matuzsálem rajzolója a félisten státuszban lézengő Stanley, Lee, az a bizonyos Stanley, Lee, akinek a nevéhez fűződik. Ez az ő ötlete alapján készítették, és Londonban játszódik, mint mondtam, egy kissé lepukkant szerencsejáték függő Scotland Yard nyomozóról szól, aki hogy-hogy nem birtokába kerül egy mágikus erejű karkötőnek, amit többet nem tud levenni, és állandóan szerencséje lesz tőle. És e körül forog a dolog, és egyébként egy baromi, izgalmas, nagyon jól megírt krimi, erre van fölépítve ez az egész extra. Én tudom javasolni mindenkinek, hogy, hogy lesse meg az első évad már lement, nagyon klassz volt. Na, rákukkantunk. Én meg ledaráltam a Outcast, Outcast, várja, melyik, a, melyik az erdőben lakós? Ezt mindig keverem, mert most van Outcast, meg van Out, tököm tudja, hogy mi. Várja, előveszem a telefont. Mert abba benne van, mert okos. Ó, oh, 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 oh. Outsiders. Igen. Ledaráltam. Első évadot. Zsír. Zsíros deska. Nem tudom, az neked meg volt, Krisztián, vagy csak betetted? Mm, nem, nem, nem. Ez a, De ez a Sons of az OPI. Ó, oh, valamit meséltél róla, de így nem, nem maradt meg. Fönt, fönt laknak a, a hegyen, amit egyébként egy szénvállalat akar ö, üzembe állítani és onnan szenet kitermelni, ők nem akarnak lejönni. Lent ugye ez a tipikus kisváros munkanélküliség, és a többi, és a többi, ők nem akarnak lejönni, ö, nem tudják őket lepaterolni, és erről szól az első évad, hogy, hogy ki hogy mozgatja ott a szálakat, lejönnek. Ö, Ugye árulják ezt a ők, 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 ők euh, moonshine-nak, meg, meg házi bornak hívják, de tulajdonképpen ez a, ez a kukorica párlat euh, lenne olyan elképesztő dolgokat. Zugfőzdét do... üzemeltetnek, Igen, olyan, olyan dolgokat csinálnak tőle a lenti emberek, ugye akik ezt nem úgy fogyasztják, mint a vizet, hanem, hanem levetkőznek az utcán, mert melegük van, meg az egyik gyerek több készúrással ledöfi az apját, mert megivott ebből valamennyit, szóval egy kicsit uh, potánsa Igen, igen, igen. Kurva érdekes a, a sztori egyébként, hogy hogy tényleg lehetnek emberek, akik így laknak fönt, hogy nem tudnak írni, olvasni, csak a saját szabályaik vannak, meg a, a királyuk, meg ők is klánokban tagozódnak. Úgyhogy jó, 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 neki kell állni. Megelkeztem a elkezdtem a, az outcast ugye, ami ez, a, ez az ördögűzős anyám kínja. Meg mit kezdtem el tegnap? Ú, várjál, a preachert. Igen. Aha, helyes, helyes. Egyet tudtam nézni. át Nem volt rossz, nem volt rossz, de, de nekem mikor kirakja a csávó az, a szívét az asztalra, az, az egy picit túlzó. Nyí azt mondták anyám, hogy nyíjak meg és? nem akartam elhinni. Azt hittem az anyját döféle. Bolond fél. az egész sorozat, tehát simán belefér. Mondjuk nekem Miss a Miss Rudi az, az bármit elad a vásznon, vagy a képernyőn, és hát ez a vámpíros vonal, amit letol, az őrült uh, írvámpír, <laughs> teljesen kész. Aki kiugrik 9000 méterről. Egy, 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 bocsánat, egy esernyővel. Egy esernyővel. esernyővel. És azt mondta, oda megy a tehén, és a kezébe az esernyő, egy nézi, próbálja kinyitni, Ott és semmire nem a belei jobbra-balra tekergőznek. Ú, érdekes. Na, veszem a kultúrát, meg a videót. Gondolkozzatok a videón, én a kultúrába javasolnék most egy fesztivált. Most lesz júni 9 és 12 között a Klauzár... Klauzál téren a Mediterrán Bor és Gasztró Fesztivál, úgyhogy aki szereti az olasz borokat, ételeket, az mindenféleképpen csapassa. Fagyi nem lesz. Hát figyelj, lesz ott, lesz ott gasztró, tehát olasz, spanyol, görög, horvát, éttermek, bárok, kávézók, szórakozó helyek, kedvezményes ajánlatok, Uh, utazások ugyanezekre a helyekre, téma, uh, bocsánat, tésztafesztivál, uh, borfesztivál, uh, főzőtanfolyamok, uh, és a többi, és a többi élőzene. Uh, jó, jó, uh, este filmfesztivál, mediterrán filmfesztivál, flamenco tánc show, meg amit el tudsz képzelni. Úgyhogy uh, lehet, hogy még vasárnapon. Engem meggyőztélte olasz gasztrolobbista. Ó, lehet, hogy ki csapatok oda vasárnap után. Ja, 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 ja. Úgyhogy ennyi lett volna nekem a kultúra, hogyha valaki még a videóba tud valamit ajánlani, akkor mondjátok. Nekem Bár... most nincsen semmi. Nekem se jutott így hirtelen az eszembe. Ha csak nem, de igen, megvan. Be beteszem nem sokára. Maradjon meglepetés. Jó. Puszi zenekar. Nem, nem, nem. Feat Rozsomárk. Nem, a, a, hét cukisága, a horrorfilmet néző kis cica az Inda videóról. Jaj, azt láttam. Az zseniális volt. Jó, Meg is van. akkor az csapd oda be. Is. Ezt a hetet is köszönjük szépen a patronoknak. Megint egy, egy héttel gazdagabbak lettünk elfelejtettem bevágni, egyébként pedig letöltöttem, mert ugye te egy címet felajánlottál a, az adáshoz, mert olyan, olyan téma dömpingünk volt balfasságügyileg hogy ez, ez viszi az adás címet, és erre rá tudunk fűzni mi is a hazaiakkal, Kispál és a Borzal. Boldogtalanság. Úgy, hogy ez legyen az adás cím. Én köszönöm okay, szépen, zsír. hogy meghallgattatok minket. Ö, találkozunk a vépfesten, vagy utána a következő heti adásban. Az ajtót becsukjuk. Szevasztok! Jó volt veletek. Sziasztok. Köszi, Sziasztok.